Tisztelettel és szeretettel köszöntöm Kistelek lakosait. Mészáros Gábor vagyok, nős, két gyermekem van. Feleségem Orsi a Kisteleki Általános Iskolában tanár. Büszke vagyok a lányomra Eszterre és fiamra Ágostorra, akik jól tanulnak és ügyesen sportolnak. Kisteleken születtem, itt éltem eddig is, és a jövőt is csak itt tudom elképzelni családommal. Szeretett kisteleki iskoláim a Rákóczi iskola és az Árpád Fejedelem gimnázium elvégzése után Szegeden, a József Attila Tudományi Egyetemen szereztem történész, régész és középiskolai tanárdiplomáimat. 15 éve dolgozom Kistelekért és irányítom városfejlesztési csapatunkat. Az elmúlt 4 évben a sok munkánkkal büszkélkedhetünk, csak néhány ezekből igényes és szép városközpontot kezdtünk kialakítani, kerékpárutak készültek, intézményeket újítottunk fel, úszómedencével bővült például a fürdő, és az ipari parkban is jelentős beruházások kezdődtek. Mindezek ellenére szeretném felhívni a figyelmet néhány súlyosbodó problémára. Városunk lakossága ugyanis egyre fogy. Ma alig több mint 7000-en vagyunk, holott voltunk több mint 10000-en is. Fejlettebb országok példái mutatják, hogy két alapprioritás az, amely egy települést alapvetően életben tart és előre visz. Az egyik a helyi oktatás színvonalának emelése, kínálatainak bővítése, a másik a helyi gazdaságfejlesztés és az ezzel együtt járó munkahelyteremtés. E két dolgot tartom Kisteleken is a közeljövő kiemelten fejlesztendő területeinek. Olyan gimnáziumot kell kialakítani, amely igényes, sokoldalú kínálatot tud nyújtani minden fiatalnak, és így lehetőség szerint minél több fiatal oktatását helyben tudjuk megoldani. Folytatva a helyi vállalkozók által megkezdett pozitív példát, olyan beruházásokat kell idehozni, melyek tisztességes fizetéssel jelentős munkaerőt tudnak foglalkoztatni. A szennyvízberuházás kapcsán bízom abban, hogy az ígéreteknek megfelelően biztosítani fogják minden befizetőnek további költségek nélkül a teljes szennyvízbekötést. Ezt követően pedig fontosnak tartom a város rendbetételét, az utcák újraaszfaltozását, hiszen sok utcánk már most is járhatatlan. De ugyanilyen fontosnak tartom, hogy a város fordítson több figyelmet az utcák járdáinak rendbetételére és csapadékvíz problémák további megoldására. Tapasztalatom szerint a fent leírt problémák és az utóbbi évek néhány személyes kérdése városunk közösségének szétforgácsolásához, ellentétekhez vezettek. Ezt a problémát tovább súlyosbítja a városunkban évről évre egyre nagyobb létszámban jelenlévő idegen munkavállalók, növelve a szociális és társadalmi feszültségeket. Az új vezetés legsürgető feladata lesz ezt a problémát kezelni. Célom egy olyan Kistelek, ahol a várospolgárai közösségei komoly munkát és feladatokat vállaló civil szervezetei, egyesületei egységes összetartó erőként építik, szépítik tovább városunkat. Én is ezért dolgozom, mert számomra a jövőben is Kistelek jelenti az otthont. Köszönöm, hogy meghallgattak.